Microphone muted. Aaron perto. Ennek tankorra majdnem annyit tettem, mint a Qualis-i lényeket. Két tized híja. A kormotoros autót nagyon megborítja a üzemanyagfogyás egyensúly. Azt tudom, nem tudom, hogy középmotorosra mennyire hat. Arra talán kevésbé kedvezőtlen. Hát látszik, hogy nem. Kevés a hűtő, stupi, nem? Tessék? Kevés a hűtőd, stupi. Max hűtőn is túlmelegszik. Egyesen van. Ötösen rögd. Ötösen is túlmelegszik. Mindegy, hogy hova. Ötös motormódban, ötös hűtővel is túlmelegszik. Hát azért szerintem nem mindegy azért. Úgyhogy vissza kell venni 3-as, 4-esre. Az is füstöl. Visszadobálod. Mario is füstöl. Ötös a legnagyobb hűtő, nem? Igen. Igen, de vissza kell venni a motormódot is, majd 3-as, 4-esre, hogy ne füstöljön el a motor, szerintem. Nem fog. A Máriónak is szóljatok, mert az övé is füstöl. A 3-as a necces. Ha nagyon visszadobálod a váltást, akkor az füstös. Amúgy a 4-es az. Elvileg bírja. Láttad, hogy füstöl a Márióé is, Ádám? Ha már itt szembe álltál vele? 3-as hűtés nekem körülbelül 4 kör után már füstölt. Mário már izé. Jönnek a kis vattapamacsok. Van felvezető, ugye? Igen. Yes. Tizenöt másodperc. Hey, Ádám, mit csinálsz? Lök le a pályára. Ja, bocs. Ő már rajtolt. Lök le a pályára. Lök le.
Na jó, megy Peti felé, de aztán összemennek. Össze is. Restart? Kell restart? Nem volt meg az 50%. Ja. Nem, hát felvezetőkör alatt lehet kérni. Technikai problémára hivatkozva. Csak nem tudom, mennyire jöttek hogy... össze aztán. Mivel hát ha kérik, újraindítom. Tehát... Beholpadt az ajtó, nem vészes. Az majd csak mentésnél lehet probléma. Ja. A fej ráz. Nem tudom, Stupinak mennyire sérült esetleg. Alig tudja vezetni az autó, biztos. Ja. Stupi amúgy is alig tudja vezetni, azért. Olyan, mint én. De most majd ráfogja Ádámra, hát kész. Balási futom, egy kicsit bekékül, tudod. Ja. Keresztbe a kormánytól sírok. Microphone muted. Helyen ráadott, mert megbüntetnek, mint rájkőn embernek. Yes. De ez 2-3. Na, ez most már sérült, elég autó restart. Bocs. Hát nem tudom, mi volt ez. Ja, 3-4-en ütköztetek. Az a kérdés, kinek mennyire sérült? Hát nekem hátsó fűtőjű, meg minden, tehát... Azt láttam, hogy te keresztbe álltál többiek. Nekem jó. De felelom rá se is mehet. Sajnálom Soma, csak te mondod, hogy legyen. Ennyi jó, mindegy, hát. Biztos én vagyok én is, pedig csak egy-két kocot kaptam ilyen 30-a. De nagy, de... Eleje nem séri, de még egy kicsit állé akkor meg. A hátsó most biztos, hogy valami van vele. Jaj, lesz így a kigyorsítás. Aha, köszönöm. Az mi volt? Hát, megcsúszott, visszarántottam. És hát betapad, igen. Az ismerős. Hú, az-e. Gabe, szedd vissza a motort! Megsérült a motor. Ez hogy? Ez elején nem sérült a kocsidnak, mert akkor a hűtés sérült. De az elő is. Akkor megszimulálja ezt rendesen. De nem füstöl a maga az autó, de nagyon kacsázik. Jézusom! De nem is mentem annyira falnak.
Hát még két emberrel sem nyomtam volna a restartot. Kb. Ezt vigasztaljon ez a tudat, hogy nem. Hát amíg bírjam ott, addig vigaszta. Nem csak a top 10 kap pontot, ugye? Nagyon sok kap. 15, csak 10 vagyunk. Hát akkor végig kéne menni valahogy. Hát már elindultál, úgyhogy kapsz pontot. Maximum 10. helyen érsz be. Hát egy gyorsabb, akár. Bátor volt, Robi. Nem, ebben bátor, elnéztem a féktávot. Nem akartam bemenni. Ja, akkor jó. Az is húztam el utána. Leggyorsabb kör eddig a Robié, első háromból a leggyorsabb Kristóf volt az előző körben. Vagy nem mondjak ilyeneket? De. Ne. Jó. Ne. És válaszol. Nem tudom. Akkor nem mondom. Akkor csak stupidnak mond. Ne. Thank you.
már a fele megvan. Ja. Láttam, észre taktikája nem jött be. Hát én ezt már megzavartam a első kanyarba. Észre? Hát első helyre indultam. Aha. Hát és én fordultam. És tajnadikról? Pocó indult az érről. Nem. Észert. Mário? Ha? Ott olyan bekavartam erősen. Ha? Megijesztettem. Elmelegedtek a gumik. Dávid is füstöl. Nagyon visszapakoljátok. Hirtelen. Nyugdíjas Suzuki is kell játszani. Az is japána. Nem, visszaváltást nem szoktam. De a fölváltást nagyon, nagyon tiltásig. Nem szereti se. Tiltásig húzom mindig fölváltásnak. Na, azt nem szereti. Eltuningolt motornál. Jó. Nyomatékos ez így, hogy... Nyomatékos, úgyhogy jól jött a kamionos, nem? Ja. Gyakorlásra.
Hú, azt hittem azt fogja tudni, hogy egy perc. Nem, hogy ő. Thank you.
Még egy kör, vagy vége? Vége lesz. Még egy. Még egy. Még ez. Szép volt, Laci. Gratulálok, Laci. Köszönöm. Többiek még hagyj érjenek. Hát egy nyolc maradt a 30. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Az pont elég volt, nem? Hát a, persze. Nekem 2,335-ben. Végig 5-ös motorod volt? Nem. Hát ez jó, ennyi. Tök mindegy mintavételre, az is elég. Ja, igen. Mennyi kell, fél liter, vagy hogy? Nem tudom. De a fél liter kell, akkor a utolsó GTA-mas fordulóban nagy bajba lettem volna. Gratulálok. Hát így gratulálok. Öréssel a jobbos kanyarok tök jó voltak, csak rázóra nem szabadott menni be. Maci, hogy került itt olyan előre, egyből? Én? Aha. Aha. Bekocsoltam a Phantom Astrology repülőt. Phantom módot? Nem, ez valahogy úgy sikerült, nem tudom, ki állott a második kanyar után keresztbe, az mindenki felfogott, én meg kívülök. Azért mindenki felfogott, csak egyszerűen Motor Dávid volt előttem még. Azt hiszem, ja, végig. Én meg elfékeztem a vált. Igazából megnyerték nekem. Akkor majd küldesz valamit. Oké. Okay. Vissza kell érnem, vagy ott nem hagytam helyet Észernek, vagy már olyan volt, mint hogyha Észert is már ott meglökték volna. Az első kanyarból volt valami, első kanyarból ötön szégyen után volt valami, picike, aki tudtam kerülteni, de a következő megint a balosba, ott is volt keresztbeállás. Ne, ott én álltam keresztbe, mert már Észer megpördített, csak azt nem tudom, hogy ráhúztam, vagy már őt is ott meglökött. Hát, próbáltam kikerülni, másra sikerült, meg Dávidra sikerült kikerülni. Nyomott egyből, nyomtam a féket, hogy sehova ne menjen az autó, hogy lássátok, hogy ott vagyok.
Kristóf viszont nagyon jó tapadt. Sokáig volt, úgyhogy majdnem meg is tudott betorszulni párszor. Igen, csak aztán megzavart, hogy elkezdett füstölni a motorom, pedig ötösön voltam, aztán levettem egyel a teljesítményt. Nem is elkezdett, nem is lefeltem. Mondjuk aztán visszatettem és nem lett semmi, úgyhogy fura volt. Tényleg? Te nem füstölt? Vagy ötösön mentél? A szélrányékban elkezd füstölni. Nekem hármason kellett a motort járatnom, hogy ne füstöljön. De csak akkor, hogyha vajon kimögött, hogy akkor kezd lefüstölni. Amúgy nem is akkor kezdett, amikor szorosan követtelek titeket, meg Dáviddal. Igen, tehát ott kezdett nekem Dávidnál, valamikor ki kellett mennem, néha nem volt hűtés. Szélárnyékba? Ah, ki kellett menni. Hát de ti is mentetek szélárnyékba, és akkor hallod, hogy Kristófnak nem füstölt. De, most mondják Kristóf. Vagy akkor füstölt? Ah, mögöttünk. Aha, én is füstöltem, ja. Nekem is vissza kellett venni egy-két körig. Csak aztán megpróbáltam, hogyha visszateszem, mi történik, és igazából ment tovább, max. Egy kicsit a váltásokkal vigyáztam jobban. Bárhogy nem, mert szerintem hátsókunk mentem, mert az nagyon csúszott meg hátul. Látszott, hogy féktávokon hátul még kifenek.
ascension grid, will all non-essential personnel leave the grid now? Hát innen már nem tudok beugrani az első. Valami nem lehet. Dehogy nem. Csak ne fékezzek. Fogd meg a söröm. Ja. Na, csomó még nincsenek ki. Négy. Jó. Egészségére. Azért megállt a kocsi sor? Ha? Nem, Gabeszél állt meg, ha jól látom. Öljet meg. Bocsánat, pedig ki akartam nyomni a mikrofon gombot, csak nem sikerült ezek szerint. Nem sérült a kocsi, akkor nem kereste. Gondolom nem sérült. Gabeszél a piásról mondta. Bőgász gombot, aztán... Tessék? Akkor ez csak fánkozott. Azért. Már mondjuk esetleg a küszöbb, ott a rázókövel sérülheted, de... Kocsoltam egy kicsit a falat. Ja, igen, azt nem láttam. Így. Még hidegek, Soma? Nem, letettem a fűre. Felúra ajtoltam eleve. Jaj, de benéztem a
Feri bácsi is. Ezt megúszta azt a két kört eddig. Na, mi van, fülnyírása? Na,
Microphone activated. Nyomkodom a kormányt alját, hogy nézem a kanyart. Pedig jó csatában voltál. Hihetetlen, milyen gyorsan elmentek. Ott a kigyorsítást elrontottad, Stupi. Nekem ötösen van a motor. Piszkáltam a váltón. Nem hiszem el. Most nem basztam el a kigyorsítást. Ha, tudom, láttam. Neked ott valami akkor a beállítással se százas. Ja. Hopp! Mi hopp? Semmi, nem fontos. Dávid a boxban. Na tele. Fél idő. Jön vissza. Microphone muted. Microphone activated. No, Maggie.
Későn jön meg a szélárnyék. User joined your channel. Oh. Gyerünk, Ádám. Ja, Peti. Cső-cső. Cső. Microphone muted.
Microphone activated. Derék. Tudálj még, Ádám. Szép volt. Gratulok.
Grat. Grat. Hát az ott a második, harmadik helyen az nagyon kemény csata volt, srácok. Leizzadós volt. Hát az... Láttam, hogy már nem tudtál szélárnyékozni, mert melegedett a motor. Rá, elejött a fogó. Lacinak nagyon jók voltak a kigyorsításai. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Kemény volt. Robi az meg elhúzott